Az ország északkeleti részén vagyunk, Torna Magyarországon maradt részének az egyik legszebb pontján, közel a szlovák határhoz. Torna Szent András Borsodabaui Zemplén megye északi részén fekszik Edelénytől 30 kilométerre. Itt áll az ország egyik legkülönlegesebb középkori bányász temploma. Itt van nem messze tőlünk maga Torna, a megye névadója, a vármegye névadója, és ugye ez már átkült a szlovák államhoz, akkori Csehszlovákiához, de most is ugye Szlovákia része, és hát hogyha hátra néznénk, ugye átlátunk a másik oldalra, a szószoros értelembe, hiszen nem messze innen ugye Borva vendégi, ami már szintén Szlovákia része, és hát van egy út, amit ugye minden vendégemnek el szoktam mondani, és sőt el is viszem őket oda, hogy az út egyik fele Magyarország, a másik fele Szlovákia. Igen, és ezúttal nem véletlenül választottunk egy magyarországi helyszínt. A régi Torna megye közepén vagyunk, amit aztán a trianoni határ vágott szeszélyesen ketté. Ezért lehet, hogy ugyan a mai határ két oldalán vagyunk, de Gömör és az egykori Torna vármegye területén nagyjából hasonló, gyönyörű árpádkori templomok várnak felfedezésre, és még gyönyörűbb középkori freskókkal. Akár kutatóként vizsgáljuk, vagy turistaként érkezünk, hiba lenne ezeket a templomokat a mai határok kontextusában szemlélni. A templomok építésekor a mai határok még nem léteztek. Ezek a templomok az egykori magyar királyság területén épültek, így gyakran találhatunk hasonlóságot az egyes építészeti részletek között, például hasonló freskó motívumokat. És ezek a templomok gyakran ugyanabban az időszakban jöttek létre, sokszor ugyanazok a mesterek is építették őket. A freskókon is ugyanazok a motívumok szerepelnek, mint például Szent László legendája. A település nevét az egykori Torna vármegyéről kapta, a temploma pedig a védőszentjéről, Szent Andrásról, aki egyben a bányászok védőszentje is volt. Nálunk ugyan Szent Borbála számított a bányászok védőszentjének, de Torna Szent András akkori lakói valószínűleg hospeszek, azaz külföldi telepesek voltak, akik a cseh vagy meráni bányavidékről jöhettek, mert a templomokat arra felé volt szokás Szent András tiszteletére felszentelni. Egyesek szerint az építkezést is, aztán később a freskófestés is, vagy olasz mesterek készítették, vagy építették, festették, vagy egy másik verzió szerint akkori Itáliában tanultak magyar szakemberek, művészek, ha szabad így fogalmazni, mert végül is ez egy művészi szinten csinálták ezeket a dolgokat, és ugye az ottani tudásukat kamatoztatták aztán később itt magyar földön. A templom története tulajdonképpen három fő lépésben foglalható össze, már az építés szempontjából, tehát először az ikerszentélyes részt építették meg, ott, ahol most a boltív vagy a diadalív van, annak a helyén valószínűleg egy béletes kapubejáróval egy vastag kőfal volt. Aztán 150 év múlva úgy döntöttek, hogy bővítik a templomot, akkor került ez a hajórész kialakításra, vagy pedig körülbelül 400 évvel ezelőtt ez a boltíves barokstílusú bejárat, ami beközlekedtünk, meg a sekrestye még pótlólag, az volt a harmadik lépés. És ebből adódóan nem is készülhettek egy időt a freskók, mert hát ugye közben eltelt minimum 150 év. A román stílusú templom különlegessége, hogy kettő szentéllyel épült meg. Ez egyedülálló Magyarországon. A kettő szentély a 13. század elején épülhetett, amikor II. András volt a király, felesége pedig Gertrudis. Az ő kíséretéhez tartozhattak azok az építészek, akik ebben az úgynevezett meráni stílusban megépítették. Ők alkalmazták az említett ikerszentélyes formát is a német bányavidékek szokásainak megfelelően. Ebből az időből származnak a freskók is, amik a régészeti falkutatás során kerültek fenszére. Igaz, meglehetősen töredékes formában, mert a törökök levertek minden arcábrázolást. A törökök felégették a települést, vele pusztult a templom is, és az újabb telepesek csak a 18. században érkeztek a felvidékről. A falu római katolikus temploma egy dombon áll. Bármerre megyünk itt a környéken, azért lehet látni, hogy régi templomok, azok többsége református tulajdonban van most már. Torna Szent András megmaradt katolikus templomnak, és tudomásom szerint soha nem volt református templom. Ez talán annak köszönhető, hogy összedőlt a török idők után, romba dőlt, és olyannyira, ezt mindig el szokták mondani, az idegen vezető, el szokták mondani, hogy
egy fa nőtt ki a közepén, és hát jó 200 évig ez romokban is állt. Nagy valószínűséggel emiatt nem vált reformátussá. Falu is kihalt, és akkor igazából Mária Terézia már katolikusokat telepített idebe. A helyi legendák szerint abból a fából faragták azt a Mária szobrot is, ami ma már az ikerszentély bal oldalán látható. Aztán kiderült, ez nem legenda. Miután mintát vettek az egykor a templom közepén álló hárs gyökeréből, a vizsgálatok igazolták, hogy a szobrot valóban abból a fából faragták. És a templom eredeti bejárata sem a mostani volt. Tulajdonképpen ugye az egy vizenyősebb terület, egy olyan láposabb terület, meg fagyzugosabb is, meg a széljárás is talán nem a legkedvezőbb arra, és gondolom, hogy egy idő után erre rájöttek a falusi emberek is, és megpróbáltak egy kicsikét egy más irányt venni a falu továbbépítésének, hát ennek a domnak a túloldalán, tehát majdnem, hogy ellentétes irányba építették már újonnan a falvakat, vagy hát a falunak a házait pontosabban, a falu részeket, és ezzel magyarázható az, hogy az eredeti bejárat az ez volt, onnét a védettebb helyekre építkeztek már, és akkor hát az ott volt a feladat, hogy akkor egy másik bejáratot is kell csinálni, hogy azért ne menjenek már körbe a templomon, de úgy kelljen bejönni a templomba. Gótikus kifestése is komolyan károsodott, de azért összefüggő freskók maradtak ránk. A diadali víves felületén egy mondatszalagokat tartó prófétát lehet felismerni, középen egy díszes Agnus Dei, azaz Isten báránya választja el a proféták mellképét. Szerepel még a három szent király is, középen Szent István a jogart és az országalmát tartó kezéről azonosítható, az északi pilléren Szent László freskója erősen sérült, őt állítólag a hatalmas bárgyáról lehet felismerni. És szemben talán Szent Imre herceg képe lehetett. A déli oldalon a Szent Kereszt megtalálásának jelenete. Ezen Krisztus keresztjét a bizánci Konstantin császár és felesége Szent Ilona fogja közre, előttük a három díszes ruhát viselő mellékszereplő egyike, alig hanem a templom kegyura, a Bebek család egyik tagja térdel. Egy kicsit áttételesen nézzük, akkor az Isten maga is jelképesen ábrázolva van a szentélybe legfölül, az utolsó ítélet töredékes ábrázolása maradt meg. Tehát tulajdonképpen a római katolikus vallásnak a lényegisége az ott van fölfestve. Szarvakkal ábrázolták az ördögöt, az Isten jelenlétet egy karmarkolat bizonyítja számunkra. A műemlék alapos helyreállítására 70-es években kerül sor, de azóta nem. A sorozatunkban emlegetett állami Rómer Florister csak a határokon túli műemlék templomok felújításával foglalkozhat, így a helyiek a vizes falak a beázás miatt aggódhatnak. Egy felújítás Torna Szent Andrásra is elérhetne, hiszen a 70-es évek óta eltelt 50 év. És jó példa lehet a Gotická Cesta Egyesület gömöri templomtúra sorozata is, hiszen a kulturális határok itt tényleg esetlegesek. A Gotická Cesta Egyesület nem csak Szlovákiában, azon belül Gömörben található templomokra korlátozódik, már magyar templomtúrát is szerveztünk, ennek része volt a Torna Szent Andrási templom is. Mivel a történelmi Gömör a mai Magyarország és Szlovákia területére esik, ezek a templomok építészetileg is hasonlóak. Ezért fontos őket együtt feltárni a mai országhatárainktól függetlenül.